Ezen eszembe jutott egy bakancslista, innen is lehet látni, hogy lassú a felfogásom. Mennyit kellett gondolkodni? Igen, igen, ginkgo biloba. Még ott van előttem egy ginkgo biloba zöldte, hogy egyszer szeretnék az óceánon átkelni ő vitorláshajóval. Ez benne van így a bakancslistás vágyaimban. Azt kellene. Azt az nagyon szeretnék. De nyilván nem egyedül, azt félnék, de egy jó társasággal nagyon szívesen egy ilyen válogatott csapatta győző. Nekem... tengeri betegség. Nekem az éjszak. Nekem van vitorlás vizsgám, adjál már. Tehát még egy turmizgém. Én vagyok a magyar James Bond, egyszer. Nekem mindenre van jogsim. Hát nagyon drága. De ennyi is való. Én az olcsót vettem a Lidl-ös verzióban. Ja, ne, hát azért nem tudsz erre mit kezdeni. Megtaláltad a kapcsolót egyáltalán? Nem volt könnyű, meg van egy gyorsító gomb rajta. Ne azt vedd, úristen, hát intézek neked egyet. Csórika! Megvettem az olcsót. Gondoltam, az is jó lesz valamire. Nem. Az étteremben is az van. Az olyan, mint a kínai óra. Tehát nem szóval, valaki megveszi a kínai Rolexet, ez olyan? Ez olyan, a nincs rajta. Ez olyan, nincs rajta kismutató. Édes hármas. Egyedül unalmas beszélgetni. Ketten snosz. Na de hárman? Édes hármas. Kaszás Attilával. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9, benne pedig a hárman, párban, és mai két csodálatos vendégem Szabó Győző, Jászai Mari Díjas színész, illetve Svábi András televíziós. Így van. Egy fájdalmas kérdéssel kezdeném, én rengeteget jártam a Hód utcai piac emeletére a sarokba enni. Igen. Az bezárt. Győző, az újra fog valahol bárhol nyitni, vagy ez egy ilyen feladat? Ja, én azt hiszem, ezt az egész gasztrovonalat egy kicsit most pihentetem. Nagyon jó kis 5 év volt, jó sok mindent tanultam belőle. Izgalmas dolog volt, de nem a Covid csinálta ki, el a piac az eladásra került. Igen, most ilyen csodálatos egyébként, ilyen fénymúzeum van benne. De az érdekes, hogy a rakodás megállni tilos, mert rakodás táblát azt nem vitték el a Fény utcai, vagy a piac nem a Fény utca, hanem a Hold utcai piac elől, és ugyanúgy büntetnek a közterületfelügyelők, mint hogyha valódi piac lenne, pedig senki nem rakodik. De azért más is van, ott van, szerintem azt Nemzeti Banktól kezdve sok minden van, tehát azért... Hát annak van külön ilyen pénz. Minden esetre igen, szedik a pénzeket. Én is mikor vittem ezt, aztán azt, akkor mindig kellett szólni, hogy csak egy pár perc is jövök. Csodálatos gasztropiacot lehetett volna ott csinálni. Most voltam Lisszabonban, ott is van egy nagy Mercato, ahol elképesztő csoda ételek vannak. Ettem például oktopusz hotdogot, meg szóval ilyen minő. És itt is varázslás volt szerintem, és hogyha egy kicsit összetartóbb talán a közösség, vagy jobban figyelt volna rá akinek erre figyelni kellett volna a város, vagy az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal, akkor biztos, hogy ő egy jó dolog lett volna. Igen, filózgatok még, de most már ilyen kísérleti műfajban nem megyek bele. Egyébként a mellettem ülő úriember, akivel ugye majd beszélgettünk, ő is többször járt a piacon, csak egyszer nem evett mind. Nem evett nálam. Győző, ez akkora szemétség, amit most van. Nem igaz, 2 orba szájba dicsértem, nagyon jók voltak azok a kis batyuk, meg párnák, én nagyon szerettem, és ettem nálad, nem igaz. Igen, egyszer eljött, és akkor mondta, hogy találkozunk, itt tényleg itt van, itt nyitottál, figyelj. Ne arra, hogy most nem nálad összem. Ez soha lehet, hogy éppen rátott, hogy szerettem a Lajosnál, ez így. Hogy egy csodálatos közösségi hely lehetett volna, hát ez nem lett. A Blik beszélgetésben volt egy olyan, hogyha a Covidnak vége van, akkor elmentek együtt, szó szerint ezen bebaszcsizni, és oda a te éttermetek. Ez létrejött a Covid végével? Figyelj, nagyon-nagyon elfoglalt ember az Andis. Tényleg iszonyatosan jó barátok, és nagyon szeretjük egymást is. Csak te hívogatod ezt is. És csak nem igaz, hívogatom. Mi az, hogy semmi nem igaz? Két akamus, te vagy én? Van egy kis igazság, de azért a Győzővel mi az a típusú barátok, hogy tényleg nagyon szeretjük egymást, szinte már ilyen testvér szinten, de hogyha van úgy, hogy kimarad egy év az életünkből, és utána meglátjuk egymást
például most találkoztunk az utcán, Kiskörúton, az átjáróház előtte motorra voltál, én autóval épp szálltam, és oda nyargaltál mellém, és úgy megörültünk egymásnak, mint hogyha tényleg ezer éve nem is láttuk egymást, de azonnal fölveszük a fonalat, lecseszerintjük egymást, hogy miért nem hívta egyik a másikat, igen, másik az egyiket, de utána meg már ölelgetjük egymást, és beszélünk. Igen, nagyon különlegebb. Azért nem volt, de majd megcsináljuk. Covid után az kell. COVID egyébként után. András, a te étterem, illetve vendéglátás onnan, az működik. Működik. Az abszolút, ugye, ahogy a Győző fogalmazott. Ez egy vidéki étterem, tehát Budapesthez közel Ürömön lévő étterem, és nagyon nagy mázlival túléltük a Covidot, meg túléltük. Úgy néz ki, hogy túléljük ezt a mostani, ez különben sokkal rosszabb, mint a Covid, ez a mostani áremelkedési hullám. Ugye 50%-os élelmiszer áremelkedésről beszélnek. Én nem nagyon tudok olyan élelmiszert, aminek 50%-kal ment volna fel az ára, inkább 70-80-90-100, meg több száz, és nagyon, nagyon nehéz így az árképzés, mert nincs pofánk olyan mértékben emelni az árakat, mint amilyen mértékben emelkednek az alapanyagárak, meg minden ár, meg a rezsi, tehát hogy ez most egy sokkal nehezebb korszak, mint a Covid időszak. A legnehezebb az, hogy a kollégákat meg életbe kell tartani, hogy azért ő is meg tudja venni a trapista sajtot mondjuk a közértben. Tehát az ő bérüket is. Tehát itt olyan halmozati... Pofozgatni kell, nem lehet olyan arányban, mint amilyen nem arányban megy föl a... Tehát egyszerűen azt képzeld, de hogyha tényleg egy számolhatsz, osztasz, szorzasz, és azt mondod, hogy jön a február és a március, és vegyünk egy pizzeriát, amikor majd az lesz, hogy majd 10 000 forintért fogunk adni egy margarita pizzát. Tehát nagyon súlyos. Tehát más semmit, mert próbálj meg otthon készíteni magadnak, meg a párodnak egy túrós tésztát. Túrós tésztáról beszélgetünk, amihez kell tészta, túró, tejföl, és pörc, vagy szalonna. Nem, 4-5 ezer forint alatt nem fogsz kijönni, hogyha jó minőségű alapanyagokat vásárolsz. A házhoz szállítás az megmaradt? Vagy az nagyon visszaesett? Én nem vagyok nagy házhoz szállítósak. Természetesen a Covid alatt ezt is megtanultuk, és vettünk is futárautót, de mi abból nem profitálunk annyit. Tehát mi egy jó hangulatú étterem vagyunk, ahova jó bemenni, szeretnek bemenni az emberek, és ott fogyasztanak elsősorban. De természetesen a pizza. Én nem örülök különben a házhoz szállításnak, mint fajnak. Ki nem állhatom, és soha nem rendelek különben otthonra, mert egyszerűen nem lehet elvárni azt a minőséget egy házhoz szállított kajától, mint egy alakát, vagy alaminüt elkészített helyben egy pizza. Hát a pizza halála a doboz. Megfő a pizza a dobozban, tehát annak, az egy sült étel, kemencében nem véletlenül 300-400 fokon, tehát hogy nagyon-nagyon gyorsan gyakorlatilag rápirítanak a tésztára, és készen van néhány perc alatt, vagy egy más perc alatt, és az még, hogyha beteszünk egy dobozba, megöli a pizzát, tehát soha nem örülök, hogyha elviszik, de hát ezt el kell fogadnunk, hogy ez egy létező. Hát meg arról ne is beszéljünk, hogy tényleg az amit vársz az étteremben, tök mindegy, de az, hogy utána egy motorra kerül, és 50 perc, vagy volt, nekem volt egy másfél óra, amíg kijött a kaja, és akkor azt mondtam, hogy figyelj, most akkor van valami szabály, egy óra után nem fizetett. Én például a hamburgert betiltanám, hogyha ez házhoz leesett. Tehát milyen egy másfél órás hamburger? Tehát, hogy az nem egy nagy jó dolog. De Amerikában volt ilyen pizza hálózat, aki idő volt, a perc volt a neve a hálózatnak, hogy ők annyi percet, és meg is buktak. Tehát onnantól ez az egészet át kellett nevezni. Azt kell csinálni, hogy egy órán belül nem jön ki a kaja, akkor nem fizetett ki. Ott hagyja szépen, és nem fizetett ki. Nekem régen a McDonald's-ban, még itthon Magyarországon is volt erre egy szabály, X percen belül, hogyha kerül sorra, de aztán utána eltűntek ezek a táblák, úgyhogy most már nincsen, úgyhogy sokáig lehet sorban. A Győzőnek az ismerőse mondja, még te mondtad, hogy a házhoz szállítás az olyan, mint amikor egy hetente egy verset mondasz el. De hát ez tényleg olyan, tehát egy vendéglátósnak körülbelül ez ennyit jelent egyébként, az nem élvezet. Persze, hogy nem, meg hát nem is hetente egy verset, hanem még a soronként küldöd el mondjuk, tehát ez, nem. Mindegy is házasztás, az étteremben szerintem az a jó, hogy ugye akkor szeret az ember étterembe járni, hogyha jó a hangulata, tehát hogy ott jól el tudsz beszélgetni azokkal, akikkel elmész az étterembe, legyen az a feleséged, a barátod, bárki, akármilyen társaság. Másrészt az, hogy olyan ételt kapsz, amit te otthon nem tudsz elkészíteni, szerintem ez egy nagyon fontos ismérve az étteremnek. Tehát hogyha valahol olyan ételt teszek, amire azt mondom, hogy basszus kulcs, én otthon
jobbat készítek, akkor nem jó élménnyel távozok az étteremből, de ami még fontosabb, vagy legalább ennyire fontos, az, hogy szépen legyen tálalva. Márpedig egy dobozban nem lehet szépen tálalni, és az egésznek pont a lényege vészel azzal, hogy egy dobozban, egy papírdobozban, vagy pláne ezekben csúnya műanyag dobozokban beledobják az ételt. Hát nem vagyok olyan ember, mint én, mint vagy mondjuk a feleségem, aki például abszolút környezetvédő és környezettudatos. Tehát mi kerestünk olyan helyeket, hogy már arról van szó, hogy tényleg házhoz kell szállítani, akár a Covid helyzetben, vagy amikor voltak ezek a lezárások, vagy a kijárási tilalom, vagy ő amikor terhességével a gyerekekkel otthon van, én nem voltam otthon, tehát azért rá tud kényszerülni az ember. Olyan helyeket keresünk, ahol papírba hozzák ki. Azt mondod, hogy a papír szívószálat is szeretitek. Nem, mi fém szívószálat ezt állunk. Elemeset. Kiszívja helyettem. Szóval figyelj, hogy... Az a halálom a papírszél. Nem. Egyébként tényleg fém. Rózáljon a fogalmat, az rosszul. Tényleg, mindegy, ha bármilyen műanyagot viszek is haza, akkor már kész teljes a káó. Tehát... és kerestünk olyat, és nem, és megkérdezte, hogy miért nem, vagy akár egy szép dobozban, és amit te mondasz, hogy csúnya műanyag, az borzalom, és hogy azt mondja, hogy annyi van drágám, annyi van nem éri meg. Én például, nagyon drága, én ezt tudom. Inkább egy gusztustalan, áttetsző, átlátszó műanyag, akármiben hozzák ki, kijön utána, amikor szósz mellett, tehát egy celofán becsomagolt szósz, tud ez a... Mert a papírdoboz is szemfényvesztés, csak tudjátok, mert ugye az is be van vonva egy műanyag, az nem papír, az egy papírnak látszó műanyag, de hát mindenképp jobban néz ki, mint hogyha egy fehér műanyag ilyen kínai dobozba tennék be. Abszolút. Mind a ketten voltatok főzőműsorban. Az nagy élmény volt mind a kettőnk. Még egyetlen ugyanabban a főzőműsorban. Igen, egy adásban, így van. Ami utána nekem még a non plus ultra volt, hogy készült paródia. A tejszéhabbal. Hát ennek nagyon nagy sztoria van, mert az első felvétel után hazamentem, és kérdezte a Judit, a feleségem, hogy na, milyen volt, csak hát figyelj. Nyilván, te is nem tudom, hogy indultál, én azt hittem, hogy ez egy laza dolog lesz, tudod. Kicsit becsapódtam, hogy itt majd akkor tudod, elnézőbbek lesznek a műsor kedvén, vegyük vicces, de stb. És az első adás után kiderült, hogy ez bizony tényleg egy verseny, itt nem lacafacáznak tényleg. És akkor iszonyú lelki szigorú. Gyötrelem. Igen, iszonyú szigorú volt a zsűri. És akkor végignézte az első adást, utána hazamentem, és kérdezte a Juditől, hogy milyen volt az első nap, te mondom, figyelj, mindjárt megmutatom. És így elnyomtam neki a rozinát, elnyomtam nekik az Ákost, meg a Zét, vagy a Juditnak, elkezdett iszonyúan röhögni, ez vicces volt, és akkor még két adás, és akkor így együtt öltöztünk az Andris, és akkor mondtam, hogy figyelj, mondom, ezt megmutattam ott a Juditnak, és akkor megmutattam neki is. Elkezdett, meghaltam a nevetést. Elkezdett rögni a paródia. Ezt folyosón meghallották, hogy ez megy, akkor megmutattam még két szereplőnek, még két versenyzőnek. Aztán meg adás előtt álltunk, pont várva azt, hogy mi lesz, az a sokk, ami meg az a stressz, ami ott a paravánok mögött, azt tudod, mi lesz ebben a következő egy órában, akkor ott megcsináltam megint ezt a paródiát. Nem tudtak az adásban, nem tudtunk elindulni, mert ugye az éjjék nem tudták, hogy mi van kint. Máskor ilyenkor csönd van. És egymásra döltünk tényleg, amikor az embernek így a rekeszizmai haránt keresztül függőlegesen mindenhol, tehát úgy fájnak, hogy egyszerűen nem tudsz levegőt venni a röhögéstől. Van, és akkor kiderült a szerkesztők meg a producerek számára, ez mi, és akkor mondtam, jó, figyelj, megcsinálom úgy, hogy akkor csak a saját telefonommal felnyomom, és akkor kész, és akkor csinálok, lesz egy élmény mindenkinek, majd csomagban e-mailbe elküldöm, és az Ákost, azt mondom, előtt tudod szedni így az emlékeidből, az Ákos paródiát? Hát majd mindjárt próbálják, csak elmondom azt, hogy... Hát az kurva, de... És akkor... És odettek a szerkesztők, és adták, hogy figyelj, győző, akkor figyelj, adjuk a részletet, meg mindent. És egy kőkemény nap után, vagy kettő, vagy éppen hanyadik kőkemény nap után, hál' Istennek jó sokáig eljutottunk az Andrással. És már fehér köpenyünk volt. Igen. És ugye az azt jelenti, hogy 26 vagy 30, nem tudom, hány versenyzőben már csak mi voltunk benne hatan. És azután ott maradtunk, és adták a díszletet, a trükköket, mindent, és a csapat mindenki úgy ott maradt még másfél-két órát, amíg az egészet felvettük. Úgyhogy így lett egy profi dolog, amit aztán a banketten, amikor ugye megcsináltuk az egész műsorra, a döntőig eljutott, és utána volt egy óriási bankett, ahol mindenki ott volt, minden szereplő, és ott lejátszottuk a stábnak, és hát szakadtak a rögést. Na most nem fogom tudni az Ákos szerintem. De az nem ment le adásban? Nem.
Nem ment le adásba? Nem. Micsoda hiba ez? Hát nem, de ha megnézed, ezt nem tudom, hány millió nézett. YouTube-on. Tehát 4,5 millió, nem tudom, 5 millió nézettséget, tehát elképesztő nagyot futott. Hát igen, arra büszke vagyok, az jól is sikerült. És teljesen spontán volt, tehát tényleg, ahogy a Győző mondja, hogy tehát ez nem volt forgatókönyv, nem volt leírva, ezt a fejéből így nyomta, és akárhányszor előadta, mindig egy kicsit más volt, hiszen nem felolvasott. Csiszolódott egyre jobb és jobb lett, és akárhányszor hallotta az ember, akkor tényleg, tehát a röhögő görcs, az nem jó kifejezés ahhoz, az van extatikus röhögéshez, ami tényleg kiváltott belőle. Különben a röhögés az olyan, hogy egy feszült szituációban az ember sokkal könnyebben kap röhögőgörcs, hogy legyen az élőadás ad abszurdum, tehát hallottuk helyet, hogy egy szomorú pillanatban is az ember, hogyha valami vicceset lát, akkor sokkal, igen, sokkal kínosabban, vagy erősebben. És ebben a helyzetben, ott a paravánok mögött, amikor tényleg nem tudtuk, hogy mi vár ránk, tehát, hogy ezt így mondjuk el utólag, és sokan azt hiszik, hogy a versenyzők tudják, hogy most akkornát kell feldolgozni, vagy polipot, vagy élő szürke marhát kell leölni a kamerák előtt, tehát bár mindenre föl vagyunk készülve, és nem tudjuk, hogy mi van. Ezt tényleg profin csinálják, ezt a titokzatosságot, és ebben a fajta feszültségben ez a paródia, ez valami kegyetlen volt. Ezzel a műsor kapcsolatban még egy kérdés, Győző, hogy volt egy gépparád, ami egy régi gyermekkori késsérülésből, vagy valamilyen sérülésből? Ne, igen, az van, hogy igen, megvágtam magam nagyon egy késő, és ott egy félek is a késő, ezt mondtam. Nem is tudtam, hát, még jó, hogy főzéskésztünk egyet. Igyekszem kielverni, de a gépek az óvatosan megint kérdezek akkor. Figyelj, nem tudom, mi lehet velem. Fogalmam sincs, de az, hogy ami közelemben van gép, az biztos, hogy elromlik. De semmi, ezt úgy hívják, hogy paranormális jelenség, bemész valahova, és megáll. Ennyire, hogy már kapcsolódunk össze a Hárman Párban adásban, hogy az a telefon, amit vettem akkor a Schwabitól, az is elromlott két nap után, ami a kezembe került. Tényleg így van. De azóta működnek a telefonja. De jó. Tehát, hogy minden egyszer elromlik. Otthon is, a háztartási gépben. De nekem nem kell semmi, fakarán kell egy cserpenyő, meg lehet, nem akarja, a valami felsőbb hatalom nem akarja, de hogy jó, de hogy csinálsz mondjuk krémlevest, vagy nem, tehát a gépek kellenek a főzéshez. Egyetlen egy gépen van, egyébként egyetlen nagyon hasznos gépen, az a Thermomix. Az mindent visz. Tehát az mindent csinál. Igen, ez mindent visz, az mindent csinál. De az szerelmes vagyok abban a gépben. Tényleg? Én vettem Thermomixet, és egyelőre még így nem éreztem rá ennek a Thermomixelésnek. Lehet benne krémleves csinálni, olyan, mindent mint egy Thermomix. Dagasztani, csak, mindent csak lehet. Drágább. De, hát nagyon drága. De ennyi is való hormonekám volt. A Lidl-ös verzió. Ja, ne, hát azért nem tudsz el mit kezdeni. Megtaláltad a kapcsolót egyáltalán? Nem volt könnyű, meg van egy gyorsító gomb rajta. Ne azt vedd, úristen, hát intézek neked egyet. Csórika. Megvettem az olcsót. Gondoltam, az is jó lesz valamire. Nem, jó? Nem. Az étteremben is az van. Az olyan, mint a kínai óra, tehát nem szóval valaki megveszi a kínai Rolexet, ez olyan? Ez olyan, a nincs rajta. Ez olyan, nincs rajta kismutató. Egyébként az étterem ez volt nekem is, tehát azért is vettem magamnak otthonra, és az étteremben is nagyon bevált. Tehát nagyon mártások. De mit csinálsz vele? Levest is lehet. Oké, levest. Fagyit, két tésztát dagasztok. Bármit. Például mandularistáját, növénytejeket tudok csinálni. Milyen hülyeségek tudom. Milyen hülyeségek? Én igaz, nem tudok csinálni vele, hogy tudnék. Kiveszi a laktózt a tejből. Ez a halálom, ezek a növénytejek. Tehát, hogy a kávénál jobb dolog szerintem nincs a földön. Olyan finom, egy csepp tejjel meg lehet bolond, és akkor van, aki beleteszi a kókusztejet, meg a zabtejet. Kókusztejet, zabtej, pont ezeket, amit nem. Az egésznek, tehát pont a lényegétől. A bariszták használják a mandulatejet, tehát nem viccem, mert tök jó. Na várjál, ha választanom kell ahhoz, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. Tehát azt mondom, hogy én is imádom a kávét, most is azt hiszem,
de azt laktózérzékenység egyfajta betegség. Értem, azt elfogadna, persze, azt mondja, persze. Ott... Csak azért, hogy legyen jó, igyak egy jó kortádot, vagy egy jó kávét, és utána egy napig mászkálják a mosdóba folyamatosan, akkor ezt el kell döntenem. Ez miért legyen? Laktózmentes teivó közül 90, vagy lehet, hogy 99-nek divatból. Nem. Én megiszom egy deci tejet, és egy napig járom. Így is mondhatjuk. Fosító! Persze, igen, ez van. Ez jó, van. Akkor elfogadom, hogy így zabtejet, jó? Azt meg utálom. Inkább mandulát. Rizs is mandulat. Igen, de mondom, a laktózmentes tejjel nincsen bajom. Az áraknál tartottunk. Figyelj, most már egy, tényleg egy valamire való, egy jobb, és nem a kínai rizs tej. Kis mutató. Lehet azt is olcsó, mert érted? Hogy az a melyen, hogy 7-800 meg 1000 forintokon egy liter rizstej mondjuk. A rizstejet nagyon egyszerű csinálni, vagy mandulatért. Ha hántolatlan mandulát beáztatod egy éjszaka ázik a vízben, leöntöd róla szépen, berakod a turmizba, egy nagyon nagy magas pörgettyűzős turmizgépbe, vagy fordulatszámos termomixbe, akár, vagy egy turmizba, mert tényleg egy magas fordulat, ez a fontos, és azt fölöntöd vízzel, és ilyen 5-10 percig tekered nagyon nagy fordulaton, és kész van. És le kell szűrni, lehet venni növényi szűrőket, és én otthon megcsinálom ugyanezt, a rizs, ugyanígy a rizs, egy adag rizssel, ugyanezt megcsinálom, beáztatod, és egy éjszakát áztatod, és másnap így megpörgeted egy ilyen 10 percig, utána leszűröd, és a rizs az eleve édes, de mondjuk, ha teszel hozzá mint a juharszirupot, vagy mézet, akkor ott van, és megvagy egy ötöd árából meg. Igen. Még nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát én imádom ezt a gépet, úgyhogy kész. Persze, jó. Ennyi. Most elmegyünk pár kínai turmixgépet reklámozni, aztán utána pedig jövünk vissza. Ez ismét a Spirit FM 92.9, benne pedig a hárman párban, mai két vendégemmel, Szabó Győző, Jászai Mari Díjas színésszel és reklámgrafikussal, illetve Svábi András televíziósal. Semmilyen díjas televíziós. Senkivel. Ez nagy fájdalom. Semmilyen díjas senkivel. Alapítani kéne egy ilyet, hogy semmilyen díj. Igen. Ez a hagyományos mosolyopor. Mert reklámszünet alatt is a Thermomixről beszélgettünk. Igen. Nem mondom az árát. Nem. Hát tíz Lidl-os. Körülbelül. Fél Jászai. Olyan sokat adnak a Jászaira? Nem. Egyébként is én a te Jászai Mari díjadat, azt úgy hívom, hogy Szabó Győző esete Jászai Marival, hiszen egyszer már volt a két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt már egyszer volt egy... Jelölések azok voltak többen. Igen. És hál' Istennek most az már... Nekem csak jelöléseim voltak. Oda, futottak nem még. Te vagy a DVD extra, de csak az extra. Teget minden filmből kivágtak. Abszolút. Az üvegtigris az megvolt. Igen, az üvegtigrisben az... Nem csak abban, még a sorozatunkban is szerepelt az adás. Így van, nem olyan. A Szonyával csináltuk a Bruno Brigit, és abban ő volt. És nem sokat bakisztam, általában elsőre elmondtam. Tök jó voltál. Egy mondatos szerep volt, tehát nem olyan kevés. Nagyon jó volt, jó volt. Igen. Az bakancs listás, hogy te filmben szerepelj? Még esetleg komolyabb szerepel, vagy ez? Nem tudnék. Próbálkoztam én, voltak ilyen gondolataim, de nem, alkalmatlan vagyok le. Egyszer egy szinkront kipróbálnék, az érdekel. Mondta Győző, megy innen szinkronba, és megdobbant a szívem, hogy milyen jó lehet egy ilyen szinkront lenyom. Nem egyszerű. Hát azt is meg kell tanulni. Még azt képzeld el, hogy ugye van a monitoron bejátszák a filmet, manapság már egy nagyon butított verzióban, mert ugye kicsempészgették ezeket a tekercseket. Ja, és ebből lettek a kalóz felvételek. Igen, és itt most teljesen le van butítva, épp hogy csak az arcát látod a színésznek, akit forgatsz, hogy nagyon-nagyon le van tényleg ilyen, el van torzítva, meg le van ilyen pixeles az egész. Na mindegy, lényeg az, hogy azt látod, a kezedben van a példány, füles a fejeden, és akkor hál' Istennek a magyar szövegírók igyekeznek pont olyan hosszúra írni a mondatokat, mint ami a szereplő. Hát igyekszik az ember, hogy mondani. A másik kérdés az, amikor milyen attitűddel, vagy milyen érzelemmel töltöd meg. Tehát
meg vannak ilyen mindenféle kulcsszavak, egy kulcs zárójelben, EK az eleje képen kívül, a vége képen kívül, meg ilyen kódok, stb. Tehát egyszerűen négy dolog, tehát nézed a filmet, hallgatod az angolt, aki beszél angolul, annak picit egyszerűbb dolga, hallod az eredetit, próbálva elmondod a szöveget rá, nagyjából úgy, hogy még stimmeljen is, hogy ez két a papírt nézett a fásznak, vagy a monitort nézett, tehát ez elég izgalmas műfaj, amikor eleinte elkezdtem csinálni, akkor csináltam, és jött a színész, aki már rutinos volt, és mondta, hogy Győző kivette a kezem a papírt, és a sarka teljesen rommá volt gyűrődve. Ugye, mert görcsösen kapott. Idegeskedtés. És onnan tudtam kézzel, hogy már megy, mert volt egy idő, amikor rengeteget szinkronizáltam. Sokat forgatott az Ice Cube, meg az összes, meg a Csel, meg a Michael Madsen, meg a többiek. És akkor így, ezt csak azt vettem észre, hogy a papír az makulátlanul kijött a kezem, letettem a papírt. Nem voltál ideges? Nem voltam ideges, és letettem az asztalt, és akkor tudtam, hogy talán megtanultam picit szinkronizálni. Nagyon kemény műfajok is vannak, meg megszenvedtem. De rajzfilmben is jó vagy. Igen, hát ez egy nagyon jó sztori, a kiskedvencek titkos életében én vagyok, ugye az egyik nagy kutya, a Duke, én voltam a nagy, és elmentünk a fiammal, a Misivel moziba, ennek a bemutatójára, és beültünk a sorok közé, elkezdődött a film, és akkor megjött a karakter, Misi mellettem ül, megszólal az én hangomon a kutya, és akkor a Misi ránézett, és azt mondta, hogy apa! Olyan jó pillanat, meg most a Gazi is már kihallja a hangomat a rajzfilmekből, tehát így nem tudja, hova te, apa! Azonnal felismerem. Igen, apa hangja, vagy reklámok, mert ezeket is csináltam, tehát nagyon-nagyon izgalmas. Tehát karakteres hangod van, tehát ez úgymond könnyű. Igen, nem nagyon lehet, pontosan ezért nem dolgozom sokat, mert vannak, akinek olyan hangja van a szinkronban, akinek herceget eljátsza, meg a gonoszt eljátsza, meg bármi. Igen. Nekem annyira, hogy én csak egy ilyen tufajzek, ilyen rendőrt, vagy kidobót, vagy rablót, vagy afroamerikai nagy vagy reppereket, ilyeneket nyomot, játszom, vagy pedig tényleg ilyen nagy és macis, izgalmas rajzfilm karaktereket. Tehát volt olyan, amikor rappelni kellett az nagyon kemény volt, de a legkeményebb szinkron munkám az egy koreai sorozat volt, mert ugye az angol az még csak oda kötöd, hogy felismersz még a francia, az általános nyelvészet, hogy az olaszhoz, meg mindenhez van valami kötődésünk, de a koreaihoz az egyáltalán nincs. Nehéz volt? Nagyon nehéz. Azt se tudtam, hol tart, ki hol van, nyam-nyink. Mit tudtad, hogy éppen melyik szólt, meg mit kell hangsúlyozni, nagyon kemény volt. Szegény Karcsival, a Gesztesi Karcsival mindig, hogyha találkoztam, mindig azt mondtam neki, hogy Karcsi, mondd azt, hogy prostabolulno. Prostabolulno. Hát ő is a nagyobb közé tartozott, tehát ő nagyon jó. Tehát nem is tudná az ember elképzelni a Shrekket, vagy a minden, amit csinált az ő hangja nélkül. Bővültek a lehetőségek, hogy bejöttek a nagyok, ez a Disney, HBO, Netflix. Rengeteg munka van, rengeteg. Mondjuk mondom, már Ice Cube nem forgat mostanában új filmet, tehát nekem sem nagyon van munkám. Kéne neki szólni valahogy. Gondolj, hogy győzőre. Ez a kerekes pubi is, ugye, ez a mondjad már, Jim Carrey-nek a hangja mindig is az volt, mondta, hogy most már nem forgat. Depressziós a Jim Carrey. Baj van. És tóvé. Szóval, és akkor itt eltelt egy év, és akkor hívnak megint szinkronba, és mondta a feleségemnek, hogy figyelj, Judit, szerintem azért az Ice Cube megint forgatott egy filmet, mert csak akkor hívnak. Bementem a stúdióba, mi ez? Ice Cube meg egy új filmje, tudod? Nagyon mondom, telefonálnom kell. Bejött a Judit, hogy te tényleg forgatott egy új filmet az Ice Cube. De ez különben érdekes, hogy amennyire én tudom, hogy a nézők elképesztően föl tudnak háborodni, hogyha valakinek változik a szinkron hangja. Ugye? Igen, tehát, abszolút. Hogyha valakit lecserélnek, és igen, volt már arra példa a szinkron történelemben, hogy valakit a nézők nyomására tettek vissza a szinkron. Olyan is volt, meg én nem tudom, milyen jogok vagy mik érvülnek el, de a régi nagy szinkronokat, meg a régi filmeket elkezdték megint újra szinkronizálni. Igen, tehát ami Márkus László volt, mondjuk a teszem azt a Peter Sellers hangja, ha jól emlékszem, a Rózsaszín Párducban, akkor most már az újabban már a Szombati Gyuszi bácsi lehet, vagy nem, tehát ugyanolyan jó, és csak... És például Kojak elképzelhetetlen nekem Inke László nélkül, és ugye
újra szinkronizálni. Mindegy, és hát a megváltozott a karakter, igen. Hát meg a Woody Allen, ugye a Kern András hangja, tehát annyira visszaköszönöm. Abszolút. A szinkron András egy mondjuk egy bakancslistás. Ezen kívül volt még a 50-50, ugye a vitorlázásnak a bakancslistája. Az meg volt. Mi van még ilyen, ami bakancslistás, amire azt mondod, hogy ezt még mindenképpen? Jézusom, hát nagyon szerették Lotto 5-ös nyerni. Elvitték. Sőt, most a nagy zsűrűt. Megvennéd a Thermomix-et. Még jobban örülnék ez az Eurolotton, az 5+2-es. Hát ilyen bakancslistáim van. Ne, hát nagyon nyilván vannak olyan pontok a világban, ahol nagyon szívesen elmennék, ahol 2-3-4 hetet eltöltenék, de hogy mondjam, reménytelen bakancslistás elképzeléseim vannak. A legtöbbet már is sikerült, hál' Istennek. Javasolnám Cividálét, az egy olasz kisváros. Ez az én kedvenc. Igen, 602 kilométer. Azt hogy találtad meg? Voltam egy színházi melóban, egy nagy workshop, egy ilyen európai workshop volt, ahol a európai országok majd mindegyikéből voltak színészek, és ott rendezett egy magyar, egy kinélő magyar, az íróját. Minden esetre egy mozgásszínházi előadás volt, és azt Cividáléban mutattuk be. És majdnem 2 hónapig voltam Olaszországban, és beleszerettem. Tengerparti? Nem, ez egy kis Alpok aljában van egy kis városka. Nagyon-nagyon jó, egy gyönyörű isteni patak, Natizvone patak folyik keresztül rajta, és ott a helyen megmutatták, hogy hol vannak azok a titkos helyek, ahol a turisták nem is jársott turista, annak ellenére itt egy fantasztikus kisváros, és megmutatták ezeket a helyeket, és ahol lehet 5 méter magasra a patak, a szintiszta, kristálytiszta patakba ugrálni, fürdeni, elképesztő. Tehát én meg ott nagyon jó kedves éttermek vannak. Tehát én minden évben ott töltök egy 3-4 napot, minden évben. Mondtad, és megnéztem a képeket, zseniális. Nagyon helyes. Udine mellett van. Udine ott 17 kilométer, nagyon helyes kis város, tényleg ott vagy Pippak, és onnan már közel van. Akár Pálmanóva pedig nagyon-nagyon helyes város, mert ha megnézitek a térképét, csak kiguglizáltok, Pálmanóva az 9 levél, ez a jelentése, és ez egy levél alakú alaprajzú, 9 felé ágazó levél alakú alaprajzú városka. Nem csak emlékeztet, hanem tényleg, hogyha bejutott, hogy Pálmanóva, akkor meg fogja mutatni, hogy mi ez a... Ez egész egy csodálatos kisváros, mert közel van Velence, már a tenger is, ha már itt tartunk. Én annyira imádom Olaszországban ezeket a kiskocsmákat, ahol bejönnek az öregek, 1 euró a kávé. Igen, Tehát szerintem, hogyha Olaszországban változna ez az 1 euró eszpresszó, bár az autópályák mentén már sokkal drágább, de ezekben a kisvárosokban mindig egy, és jönnek ezek az öregek, és ilyen liköröket isznak. Olyan hangulata kis kávé, kis tramezzini, egy kis narancsjúz, ott van az újságos, ugyanabban a boltban egy kis újságos is. És vermút, valami, hogy én szoktam nézni, mit rendelnek, nem is ismerem, sok olyan piájuk van, ami ideig nem jutott el, hogy mindenki ismer az Aperolt, meg a Martini, de hát ott van ebből a kategóriából 30 féle, és én szoktam nézni, hogy mit kérnek az öregek, és akkor én is egy olyat kérek szépen, és akkor olyan jó érzés azokat. Megint ez a italozás jutott eszembe, volt egy... Hát aztán Montenegróban egy hegyi, hát nagyon sokat túráztam, motoroztam sok felé, Albániától kezdve, imádom ezeket, és soha nem a turista útvonalon megyek, tehát én mindig bemegyek a sűrűjébe, autentikus életre vagyok kíváncsi, és ott egy hegyi kiskocsmában rendeltem egy italt, ott dominóztak az öregek, ezek a cserzett bőrű öregek, dominóztak valami ott a kocsmányban, ez a vastag bársony légyfogó, tudod, amit el kell húzni, akkor oda bemegy az ember, sötét van, füst van, kér egy italt. És akkor megkapod az italt, akkor valamit szólott, most saját nyelvén ott a többieknek elkezdenek röhögni, nem érted, miről van szó. Fogod, megiszol az italt, eltelik egy 3-4 másodperc, azt hiszed, hogy elkezdi iszonyúan tépni a gyomrodat, meg a torkodat, meg minden.
kirohansz, kimész, tudod, alig kapsz levegőt, hallod bent, hogy rögnek az emberek. Hülye turista, ebben nem lehet vesztesen kijönni, és akkor, és majd akkor visszamész, emléksz, visszamész, és azt mondod, hogy kérek még egy gyönyét. És akkor, már nem röhögtek. Akkor nem röhögtek. Az, hogy na! És azt akkor már nem mentem ki, azt legyűrtem, tudod, és így kerülsz be, valahol így kerülsz be a közösségbe. Mert eszembe jutott egy bakancslista, innen is lehet látni, hogy lassú a felfogásom, mennyit kellett gondolkodnom. Igen, igen, ginkgo biloba. Még ott van előttem egy ginkgo biloba, hogy egyszer szeretnék az óceánon átkelni ő vitorláshajóval. Ez benne van így a bakancslistás vágyében. Azt kell. Azt az nagyon szeretnék. De nyilván nem egyedül, azt félnék, de egy jó társasággal nem szívesen egy ilyen válogatott csapatta győző. Nekem... Tengeri betegség. Nekem az éjszak. Nekem van vitorlás vizsgám, adjál már. Tehát még egy turmizgém. Én vagyok a magyar James Bond, nekem mindenre van jogsim. Motorra letetted már? Most innen elindulok, helyre dörf fog megállítani, szerintem. Úgyhogy, nekem az északi sark, amit már mondjuk megnéznék. Ott az északi ponton, a legészakibb ponton. Nagy élmény, nem voltam a legészakibb részén, és Spitzbergák fölé jutottam el. Engem nem vonz a hideg, én nem vagyok egy ilyen hideg kedvelő, én inkább mediterrán irányba szeretek menni, de egyszer forgattam a Spitzbergák fölött a Trutkóval, és azt kell, hogy mondjam, hogy az életem top 3-4-5 élményében benne van. Nagy csó. Hát én imádom a hideget. Tényleg imádom. Komolyan. Ha már tél, akkor legyen tél, akkor hol legyen, hol. Ugyan az aktív pihenés sokkal jobban mozd, mint a passzív. Tehát nekem nem ez a csíkos napozó szék, ez nekem nem. Valaki azt mondja, hogy Grönland, vagy tudom én, a fjordokat megnézni, hajózni, stb. Szaunázni, légfürdőzni, ilyesmi, vagy egy rénszarvas csorda után menni, vagy hószánozni, vagy a mit tudom én, Maldivon egy hét, akkor biztos, hogy az elsőt választom. Az éjszakot választom? Igen, egy millió százalék. Nekem nagyon volt ez. Kezdene mentünk a hószánnal, Trutkóval, meg vezetőkkel, és ott volt egy faház. És volt valami tábla, kitevő, és bementünk, és egy koromfekete figura, mint később kiderült, Maliból érkezett a Spitzbergákra, gírosztárolt. Tehát ez egy szürreális, nem mondott, egy álom. És kérdeztem, te hogy kerülsz ide? És mondta, hogy jött ide gírosztárolni az északi sarka. Ezek a nagyvállalások. Ezek az igaziak. Egyébként mind a kettőhöz komoly szervezés kell, akár az óceánon átkeléshez, akár pedig, de hát van több csapat, aki megy. Tehát az persze, óceánon nem elérhetetlen, és nem is egy megfizethetetlen, tehát ez viszonylag normális, csak az idő, tehát hogy az ember kiszakítsa magát a napi verdiből. Másfél-két hónapra, az igényel szervezést, de egyszer megvalósítom, az biztos. Igen, nekem. Meg nyilván egy kisebb dolog, északisak, én is utána néztem, sokféle verzió van, most nem mondom, mert három opció volt, de ha csak egy ilyen ice hotelben egy éjszakát eltölteni, az is kaland. Az is kaland. Igazából. Hát az is egy ilyen húzós. De más éjszakára nem javaslom az ezt. Oda barátokkal kell menni szerintem. A legszebb. Még egy kérdés van a fejemben, hogy volt igazi 2023-as fogadalom nektek? Tehát volt most olyan, amit megfogad, ami vége a Covidnak, nem rózsás a helyzet, de hogy amit itt szeretnétek ebben az évben? Nekem nem volt, én annyira utálom ezeket a fogadalmakat már, és már a lencsébe se hiszek. De kocsonyát készítesz? Az készítek meg, megmondom őszintén. Cirádás edényben. Nagy nehezen, aztán elsőjén egy kis lencselevest azért magamban mondom, hogy eddig soha életemben nem jött be a lencse, akkor próbáljuk ki lencse nélkül. Utolsó pillanatban meggondoltam magam. Azért kicsit nem mertem lencse nélkül. Nem vagyok fogadkozós, mert nem látom értelmét, úgyse tartja az ember. Én nem tartom be a fogadalmaim. Aha. Volt már, én leadok 6 kilót, meg 8-at, meg 10-et, aztán soha nem jött össze. Mindig 3-nál megálltam. Jó, elég lesz ennyi is. Hívtad? Nekem sincsenek. Nem. Ez azt jelenti nagyjából, hogyha lehetne, akkor most állítanánk meg az időt. Tehát ebben akkor most így nagyjából működik minden.
És így ez a fogadalmak azok csak olyanra vonatkoznak, mert a fogadalmak azok csak olyanok lennek, amik előre. Nem. Visszafelé is lehet fogadni, csak azt a lovin is tiltják, tehát hogy az nem igazán. Pedig az az érdekes. Igen. Tudom. Igen. Jó, akkor mostantól iszom. De keményen. Nem adom át a helyet a villamosról, hogy ilyenek, itt fogadjak. Egyek gorosz. Gorosz leszek. Az is jó. Nem. Minden jó egyébként. Minden jó, de nyilván lehetne jobb is. Hát most például egyre kevesebb húst eszem, nem tudom, van egy ilyen, hogy észrevettem, uh-huh. hogy már az nem igény, vagy mindemellett én is azért a kilókkal folyton küzdök, nincsenek úgy fogadalmaim, de igyekszem kevesebb. Mit tudom, hogy kenyeret tenni, nem tudom. De én nyírbától gyerekként érdelem. Nem fogadtam meg, de én is így vagyok velem, hogy kicsit komolyabban veszem a sportot, járok boxolni, és egyre fanatikusabban. Végre van egy sport, amit szeretek különben. Egyébként a két évvel ezelőtti riportot megnézek veled, András, ahhoz képest látványos a súlykülönbség. Tehát, hogy azért valamennyinek kellett. Ez optikai tuning. Most fekete pulóver van rajta, mennyit a számít. A fekete slangi. Igen. Nem, nagyjából ebbe a kiló range-be mozgok, ebbe a plusz-minusz 2-3 kilóval. Hogyha leadok 2 kilót, akkor mindenki mondja, ó, milyen sokat fogytál, és én pontosan tudom, hogy csak 2 kilót fogytam, de hát ez így van. Nekem is van egy ilyen pont, kézzel, nekem a 87 az, hogyha a mérleg azt mondott, hogy 87, akkor minden második ember megállít, és azt mondja, hogy győző. Fú, győző. Nekem ez a... A 88-nál meg senki. Nekem ez a... Tényleg, nem viccelem. Ugyanez. A 87-tel kezdődik. A 9-esen kezdődik. Nekem az az álma, hogy egyszer rájak a mérlegre reggel, és természetesen óra nélkül, szemüveg nélkül. Gatya nélkül, minden ürítve, teljesen ürítve. Úgy kell mérickélni, nem? Nem lehet másképpen. És akkor, hogyha egy 8-assal kezdődne a mérleg mutatója, de 89,9, akkor azt mondom, hogy sikerült, elérte. Az nagyon jó lenne. De ezért szerepeknél voltak elvárások, mint valami Amerikában ott. Azt hittem, a szinkron szerepek. Ne, ott is. Érdekes lenne. Ott például azért látszott az, hogy egy erős sport van mögötted. Igen, hát... Sok volt a filmesztelen jelenet. Igen, most a színháznál is, ugye a Tália színházban vagyok, és... Pucérkot? Hát ott van az alul semmi című előadás, ja, a végén egy csippendés ott lenyomunk, azért vigyázni de kell. De kukig? Kukig, igen. A kedves női nézők örömére, meg örvendeztetésére. Én nekem egyszerűen vigyáznom kell. Volt egy olyan nő, amikor most 80, most 89-től még 2-t le kéne fogyni, de hogy sokkal 87-nél vagyok, de és hogy akkor de nem is azt hiszem, hogy igen, de azért voltam már 106 és fél kiló is. Na, én annyi még nem voltam. Kézzed el. Én a 100-nál fordulok mindig. Nekem az az elvem, hogy aki elengedi a 100-at... Férfi ember legyen 100. Tehát aki elengedi a 100-at, abból lesz a 110-120, és igen. Akkor nem tudok. Tehát az soha nem, ott mindig fordulok. Pont erre akarok én is kívülni, hogy nagyon-nagyon figyelek arra, hogyha van egy pont, amit elérek, akkor onnan nem szabad tovább jutnunk. Meg azt is tudom, hogy az ember ugye, hogy a Covid alatt is bármi nem kevesebb sportol, és tudom, mi az a pont, hol van az a pont, amikor látok ilyen 60-65 éves embereket, vagy akár még nálam fiatalabbakat, és akik úgy nagyon el vannak úgy hízva, akik látszik, hogy nem. Hol az a pont, amikor az ember úgy dönt, hogy vigyem már, nem érdekel. Nem érdekel. Én tudom, hogy hol ez a pont. Most már tudom, hol ez a pont. Ők ezen a ponton túléptek, és elhagyták magukat. És hogy miért nem mondom, miért is történt az egész, akkor 106 és fél kiló voltam, akkor játszottam egy előadásban az Örkény Színházban. Az ember olvas kritikákat, nem olvas kritikákat, ami kevésbé volt ez a social a világunkban. Igen, aha. Akkor tényleg az ember még újságban olvasta a kritikákat, meg egyáltalán. És akkor meg fontos is volt. Én bírom a negatív kritikát, én bírom mindenben, mert tényleg legyen meg. Hogyha tényleg építő vagy, van vélemény mögött, és nem csak egy ilyen gyepálás, szándékos blablak, hanem egy teljes értelmetlen, igen, savazás, akkor annak az nem. De hogy, és akkor ott volt egy kritika, ahol a megírták, hogy én a Pato Duli volt a szeret nevem, ez egy Martin McDonagh darab, ez a Piszkavas című, vagy Linán Szépet, a Piszkavas című előadás volt,
Csodálatos nagy sikerülés, és akkor ott írta a kritikus, hogy Szabó Győző Pátó Dúli szerepében a Mármány, nem, Pátó Dúli szerep, Pátó Dúli, na, még egyszer. Pátó Dúli szerepében a Már-Már Bécsi Sándorost a hízott Szabó Győző. És akkor ott folytatta a kritikát, Bécsi Sándorost a hízott Szabó Győző. És azt mondtam, ezzel, ebből elég. Kész. Én nem leszek a Pécsi Sándorosra hívott Szabó Győző, és nem leszek az a színész, 52 éves, nem leszek az a színész, aki majd már nem használható, mert elhízott, szétitta az agyát, elhagyta magát. Szóval nekem oda nem kell... Nem ér akkor még a Hugo a vízilót még tudod sziklodni. Persze. Például. Vagy az új Bud Spencer hang, vagy vágmégyebet. Hát például, na sajnálom, tehát azt én nyomtam volna, hogyha a bújtó nagyon jól csinálta természetesen, de ő igen passzol így hozzám, de hogy szóval muszáj odafigyelni. De nekem ez nem jó karakter lennél a szegény néhai Bud Spencerhez, mert annyiban hasonlítotok egymásra, hogy az ő, én pont nemrég akadtam bele egy Bud Spencer filmbe, és pont azt néztem, hogy mennyire mosolygósak a személy. És bármit csinál, a szemében mindig ott van az irónia, és ott van a mosoly, és a Győző is ilyen különben. Tehát amikor a marcon a képet vág, akkor is látszik, hogy a szemében. Mindjárt mutatok neked, keresek neked egy fotót, hogy megismered, hogy ki van a képen. Mindjárt. Beszéljetek addig. Színházról egyébként mindig az jut eszembe, hogy első olyan darab, amit megnéztem, és rögtön kimentem, és megvettem rá újra jegyet, az a Jó Zsaru, Rossz Zsaru. Igen? Volt. Tehát az egy olyan fajta élmény volt, aminek szintén ott nincs végén taps, hanem az ül a közönség, és próbálja feldolgozni, hogy mit látott. Hát akkor nagy barátunk, közös barátunk, ugye Stoll. Látodom. Egy Stoll András. Nem mutatom a fotót, nézzen? Feje? Mondd meg, mit látsz a képen? Hát az Bud Spencer eszi a babot, és leveszem a szemüvegemet. Ez te vagy te. Akkor rosszul láttam, homályosan láttam, akkor azt hittem, hogy Bud Spencer eszi a hagymás babot. De ez egy elhíresült Bud Spencer fotó. Elképesztő. Azt mondtam, az Aranyos lyukában, nem tudom, melyik filmben, és akkor annak a... És ez te vagy. És az én vagyok, ezt ez zseniális. Ezt megcsináltuk. Szóval ennyire imádom. Igen, a szemetek különben most függetlenül, hogy egyesült szakállas, vagy egy szakállas, meg de a szemetek különösen elítik. De minden esetre imádtam. Ez persze tény, hogy van egy előadás, igen, ez a Jó Zsaru, Rossz Zsaru, és Stoll Andrással játszunk együtt, közös barátunk, ugye, Andrisnak is, nekem is. Hát kemény, nagyon kemény, igen. Olyan is volt, képzeld el, háromszor már, jó 8 éve játszok az előadást, meg közben ugye a buci elment egy kicsit 5 hónapra valahova. Szülési szabadságra. Turbizgépet válogatni. Azóta se találtam meg. És akkor utána visszavettük a műsorra. Képzeld el, három olyan előadás volt, amikor rosszul lett a néző, mert ugye, ha látod, akkor nagyon-nagyon durva a sztori, és rendesen rosszul lett a néző, és mentőt kellett hívni. Ennek mi nem örülünk természetesen, de úgy tűnik, hogy tudod hatni. Túl érzek ilyen nézőkre, hogy? Túl érte? Hatott. De hát megint érdekes, ugye, mert én nem tudom, hogy vidékre is somaj nem vihetnénk, ez egy könnyen utaztatható előadás, mindig elmondom ilyen platformokon, hogy ha ez szóba kerülhet, ezért ez egy katasztrofaturizmus egy ilyen előadást megnézni. Hát most itt vagyok én, és most tőle mindig ezen viccelődünk, hogy a cuccos meg a sittes. Kire lenne kíváncsi egy előadásra, ahol két ilyen rossz arcú zsarút játszik. Sok minden megértem meg. Úgyhogy vannak városok, ahol engem nem akarnak szívesen látni, és van olyan város, ahol a bucit nem. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Sajnos időnk lejárt. De mindig teltház van, nem? Persze, teltház van. Igen. Abszolút. Tehát a nézők akarnak, csak városvezetésekkel van a probléma. Ja, igen. Nem akarják. De nem, mert ugye azt a Centrális Színházban játszunk, úgyhogy ott mindig szép házakkal megy. Sajnos ritkában játszunk azért tényleg havi egyszer, de nem egy szép, és akkor szeretjük minden esetben, jó előadás. Ha valaki azt hiszi rólam, hogy én csak ilyen komikusi vonalon vagyok, mert megint keveset tudják még egy szóra az egész, aztán tényleg én is szegényen akart már köszönni. Tessék, nem baj, köszönjük, meg kivágja. Szóval, hogy sokan azt hiszik, bár én a Katonában is, meg itt a Szent Színházban és a Táliában is van két-három olyan szerep, ahol pont van nem arról szó, hogy ez a komikus ivénet. Tehát én alapvetően egyébként drámai színésznek tartom magam, csak elkanyarodott erre az egész
műfaj, úgy az RTL-es sorozat kapcsán, meg sok minden erre vitt, de ez a pont, hogy ez a József Rózsáról az olyan előadásról mindketten meg. Nehéz dolog, ugye a skatujákból kilépni, mert nem te skatujázod magadat, hanem valahogy az ember skatujázódik, és abban jó feladat. Ez egy ékes példája egyébként, ezt mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Centrálban egyébként. Köszönöm szépen, én is így. Ez a legjobb. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és köszönöm, hogy jól beszélgettünk. Marcsikáról nem is beszélgettünk, ja, igen. Vállattam, hogy valami szót kaphasson. Föladta. Majd a fotón rajta lesz meg a videó. Szegény depp is lesz. Igen. Majd este valahogy meg kell végeztem. Karcsika, nem baj, majd apuka vigyáz rá. Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velük, találkozunk a jövő héten.